Új piac épült, a nemzeti ünnepen adták át a létesítményt Újfehértón. Elismerések, díszpolgári és pro-urbe címeket adományoztak Máté Szalkán. Nincs kiadó, szinte az összes albérletet elkapkodták Nyíregyházán és környékén. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen adták át az új piacot Újfehértón. A fedett légkondicionált létesítményben 48 helyen árusíthatnak a helyi termelők. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A piac nem csak a termelőknek és a vásárlóknak, hanem a városnak is előrelépés. Egy új közösségi tér létesült ezzel a városban. A beruházást a területi operatív programban csaknem 390 millió forintból valósították meg. 48-asztal lesz itt ezen a területen. Hosszú József polgármester mutatta be az új piacot a vásárlóknak. A nyári melegben a legfontosabb berendezés a légkondicionáló, ami elviselhető hőmérsékletet teremt télen-nyáron az épületben. Az elmúlt években gyakran felmerült az a probléma, hogy a piacon árusító árusok, illetve a piacra látogató vásárlók ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, hisz télen-nyáron a szabadtéri piacon kellett árusítani. Na most ez a új beruházás ebben segít, hogy a termelők télen-nyáron komfortos 21. századi körülmények között tudják kínálni a portékájukat, illetve a vásárlók is ilyen körülmények között tudják majd megvásárolni azt, amit szeretnének. Az átadón résztvevő Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, különösen büszke arra, hogy a testület által koordinált top forrásból sikerült felépíteni ezt a modern létesítményt. Több alkalommal személyesen is meggyőződtem, hogy Újfehértónak milyen fontos ez a piac, az itteni közösségnek milyen fontos találkozási lehetősége is. Nem csak bevásárlási helyszín, hanem valódi agóra. Eszmék, gondolatok cserélnek gazdát, gazdagodnak ezáltal nyilván, akik részt vesznek ebben a párbeszédben egymással és a közösség többi tagjával, akár mindenkivel is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos beruházás Újfehértón. Nem azt mondom, hogy a legfontosabb, de a legfontosabbak között van. Örömömre szolgált, hogy mindezt a területi operatív program forrásaiból valósította meg a város. Nem sokára elkezdődik a következő topos, top pluszos beruházási program következő 7 éves szakasza is. Remélem, hogy ugyancsak sikeresen pályázik Újfehértó a további terveik megvalósításához, és hasonlóan szép és hasznos beruházásokat tudunk a jövőben is itt Újfehértón átadni. Amikor az aszály elveszi az életterünket itt a nyírségben, akkor, amikor a vírus újra támad, nekünk is válaszolni kell ezekre a kihívásokra. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a piac nem csak elárusító hely, hanem olyan tér, amely erősíti a helyi közösséget. Egy gyönyörű közösségi térrel gazdagodott a város, egy új piac épülettel, amely mind az eladók, a gazdálkodók, mind pedig a vásárlók igényeit ki fogja elégíteni véleményem szerint. Ez a beruházás a területfejlesztési operatív program jóvoltából valósult meg, 389 millió forint értékben. Ez része annak a fejlesztési programnak, amely Újfehértón zajlik. Ha csak a területfejlesztési operatív programot említem, ott 12 pályázatban több mint 4 milliárd forint összegű forrás érkezett a városba, és a belvíz programok mellett egyedül a piac az, ami elkészült ezekből a programokból. Reméljük, hogy most már a munka egy kicsit fel fog gyorsulni, és szolgálni tudjuk ezen beruházásokkal az újfehértói és térségbeli polgárokat. A termelői piacok legfontosabb célja, amit érdemes itt kétszer aláhúzni, hogy helyben maradjon az a haszon, amit az értékesítésből keletkezik. Az újfehértói beruházás eredményeképpen korszerű, a mai igényeket maximálisan kialakított körülmények jönnek létre, ami elősegíti a helyi és környékbeli termékek piacra jutását. Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a kormány kiemelten támogatja a helyi piacok létesítését, ami lerövidíti a termelői láncot, és helyben nyújt megélhetést a gazdáknak. Ez az a létesítmény, amely képes meghatározni a település arculatát. Túl azon, hogy találkozásnak biztosít remek lehetőséget,
elsődleges helyszíne tud lenni a helyi kézműves termékek előállításának szolgáló értékesítésre, ahol tud találkozni a termék előállító és a vásárló. Ez az a helyszín tud lenni, ahol mindig a friss és szezonális termékek meg tudnak jelenni, mert ma már tudjuk jól, hogy a piacok egy valódi életmódot jelentenek. Újra reneszánszát éli, és egyre több vásárló ismeri fel a helyben készült jó minőségű termékeknek a vásárlási helyét. Az új piacot a használatbevételi eljárás lezárta után szeptember végén vehetik birtokba az árusok és a vásárlók Újfehértón. Magyarország születésnapját országszerte ünnepelték augusztus 20-án, a Mátészalkai ünnepség keretében augusztus 19-én megemlékeztek Szent Istvánról, az államalapításról, a Szent Koronáról és az Új Kenyérről is. A rendezvényen átadták a város díszpolgári címét és pro urbe kitüntető díjakat adományoztak. Erdő Zoltán erdélyi magyar örökségdíjas tárogató művész és Mohácsi Vilmos cimbalom művész előadásával indult a Mátészalkai ünnepség. Az ünnepi beszédekben elhangzott a nemzet legfontosabb ünnepének tanulsága, hogy meg kell őrizni magyarságunkat és 1000 évvel ezelőtti hagyományainkat. Az elmúlt időszakok bebizonyították, hogy a keresztényi földben elhintett keresztényi gondolatokból keresztény állam lett 1000 éven keresztül, és a független államok, vagyis független állam, Magyarország befogadván minden olyan népcsoportot, amely alkotta a magyar koronának a népeit, a függetlenségében megerősödött. Voltak háborúk, de mégiscsak mindig a béke idején fejlődtünk tovább. Azt gondolom, hogy vannak mai nap is harcaink, mai nap is azért küzdtünk, hogy a keresztény gyökereket megtartsuk, kereszténységünket vigyük tovább, és ezáltal a nemzet függetlenségét is meg tudjuk oldani. És azt gondolom, hogy a mai ünnepség ezen eszméknek a múltbéli ünneplése, és az a felelősség, hogy a jövendő nemzetünk az vagy lesz, vagy marad, de mindenféleképpen most lehetőség van a kezünkben, hogy olyan jövőt teremtsünk, amiben jó élni. Nincs más jólélés, csak ez az irány. Ehhez kívánok mindenkinek a magánéletében nagyobb egészséget, boldogságot. Még egyszer a kitüntetetteknek gratulálok, jó egészséget kívánok, és azt gondolom, hogy önök is hozzátették azt a kicsit, ami ahhoz járul hozzá, hogy a következő 1000 esztendőben is magyarul tudjunk beszélni, magyarul tudjunk gondolkodni, és magyarul tudjunk magyar nemzetben élni. A város polgármestere ünnepi beszédében a döntések nehézségéről és helyességéről beszélt. 1000 éve történt az államalapítás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, gondoljuk végig, hogy hány izmus van, meg hány hirtelen jött eszme, ami lehet, hogy még egy emberöltőt se bír ki. És ugye, ha már döntésekről beszélünk, mi is döntési helyzetben vagyunk, nem csak kis dolgokban. A keresztény Magyarországot folyamatosan támadják ilyen-olyan eszmék. Sokszor könnyebb lenne elhagyni a gyökereinket, és beállni a nagy, nyugati, vagy éppen egyéb kommunikációba. Azt mondani, hogy azok az értékek, amiket Szent István király ránk hagyott, már nem is biztos, hogy értékek. Lehet, hogy egyszerűbb lenne. De hogyha 1000 évig a Szent Istváni úton tudtunk maradni, akkor érdemes a mi életünkbe is végig gondolni azt, hogy talán az a helyes út, még ha nehezebb is, hogy ezen az úton menjünk együtt tovább, egyetértésben. Hanusi Péter hozzátette, Szent István jövőépítő volt, amely munkára Mátészalkán is szükség van. A nagykirályhoz hasonlóan a mindennapokban a városi fiataloknak is kellenek a példaképek. A rendezvényen pro urbe kitüntető címet adományozott a város az Ádám Jenő pedagógus kórus, valamint a Berecki Band részére. Emellett Mátészalka város díszpolgára kitüntető címet kapott dr. Kelemen Barnabás címzetes főjegyző. A díjátadások után a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret. Nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből többen kaptak magas állami kitüntetést.
Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést vehetett át Vajda Tamás úszó mesteredző, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének egyetemi docense, valamint dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének egyetemi tanára. Magyar Aranyérdem keresztet kapott Forján Zsolt, Csengerváros polgármestere és Molnár Sándor, a Vajai Vai Ádám Múzeum gyűjteményvezetője. Magyar ezüst érdem keresztet vehetett át dr. Ratkó Lújza, a Józsa András Múzeum muzeológusa. Magyar érdemrend lovag keresztet kapott Grunda János görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatásügyi tanácsadója, Gurály Edina, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vöröskereszt elnöke, és Szabó Ildikó, egykori atléta, olimpikon. Miniszteri elismerésben részesült dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója. Szinte elfogyott az összes kiadó albérlet Nyíregyházán, a megyeszékhelyen és környékén leginkább a multik dolgozói keresik a kisebb ingatlanokat. A piaci szereplők közül a diákok kevésbé aktívak, legtöbben a kollégiumi lakhatást választják egy ingatlanos szerint. Két szobás lakás Nyíregyháza belvárosában. Ez az ingatlan akár egy-két napon belül könnyen kiadható lenne. Egy szakértő szerint a megyeszékhelyen keresleti piac van az albérletek esetében. Vagyis kevesebb kiadó ingatlanra több érdeklődő jut. A szakember azt mondja, az áremelkedés egyelőre nem jelentős, 10% körüli drágulás figyelhető meg az ilyen típusú lakásoknál. Ez összegszerűen azt jelenti, hogy állapottól függően 100-120 ezer forint plusz rezsiért adják ki ezeket. Illetve adnák, mivel alig van kínálat ezekből. A rengeteg multicég, ami Nyíregyházára jött, és most folyamatosan még jönnek, rengeteg albérletre van szükség a dolgozóknak, felső vezetőknek, úgyhogy nagyon kevés albérletünk van kiadó, ami bejön egy-két napon belül, tovább is kerül, úgyhogy a családi házak azok nagyon minimálisak, ami Nyíregyházán kiadó, vagy Nyíregyháza vonzás körzetében, azok évente pár darab. Igazából lenne igény családi ház kiadására is, de nagyon kevesen adják ki a házakat. A bérlők számára kiemelten fontos szempont lett a várható rezsiköltség, ami egyébként nem csak a kiadásra, hanem a későbbiekben az eladásra kínált ingatlanok piacát is befolyásolja majd. Ugye még nem tudjuk, mert most fognak majd kijönni az első számlák, de már így az előrejelzések alapján, főleg aki nem magánszemély, vagy olyan nagy épületek, ott azért 4-5-szörös árak lesznek rezsiszámlában, főleg ugye villanygázról beszélünk. Még ezt szerintem majd most fog még tornyosulni, hogy a nagy házakat szerintem már többen is hívtak, hogy a nagy méretű, ezek a régi 90-es években épült házakat értékesíteni szeretnék, mert hogy nem fogják tudni a fűtését kifizetni. Az albérletek esetében az alacsonyabb fenntartási költségek mellett fontos szempont még a bérlők számára, hogy ne üres lakásba költözzenek. 90%-uk ugyanis bútorozott lakást keres. Ingatlanokkal kapcsolatos hír, hogy lakásbiztosítással ugyan ma már a lakosság csaknem 3/4-e rendelkezik, sokan nem frissítik időben szerződésüket. A jelentősen felújított ingatlanokra például aktualizálni kell a biztosítási összeget, így kerülhető el az, hogy a biztosító keveset vagy egyáltalán nem fizessen lakáskárra. Idén egyébként kevesebb volt a viharkár, a mezőgazdaságból azonban rengeteg bejelentés érkezett az aszály miatt a biztosítókhoz. Az elmúlt évtized leggyengébb almatermése az idei, de nem csak a gyümölcsös ültetvényeken, hanem a szántóföldeken is hatalmas a hiány. Az oka az egész évre jellemző aszály, ami miatt szinte nincs olyan gazda, ki valamilyen mértékű kárpótlásért ne fordult volna biztosítóhoz. Az idei nyáron emiatt kellett inkább fizetnie a biztosító társaságoknak, vihar okozta károkról kevesebb bejelentés érkezett. Az idei nyár nem volt annyira pusztító a viharkárok szempontjából, mint mondjuk a tavalyi. Inkább a mezőgazdaságot sújtotta most leginkább az aszálykár. Jellemzően egyébként a bejelentett károknál az alulbiztosítottság okozta a legnagyobb problémát. Ez ugye azt jelenti, amikor van egy bejelentett károm, annak van ugye egy kártérítési összege, és ez a kártérítési összeg nem lesz elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a veszteségemet. Ezért is érdemes időről időre felülvizsgálni a lakásbiztosítást, de okot adhat erre például az ingatlan jelentősebb korszerűsítése is. Egy felújított konyha, fürdőszoba vagy a nyílászárók cseréje növelik az ingatlan értékét, ezekről általában szükséges tájékoztatni a biztosítót. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy amennyiben kárt történik a lakásban,
a biztosító csak a kár egy részét fogja fizetni, hiszen a szerződés nem volt aktualizálva. Bármi történhet, nem csak viharból eredendő kár, hanem egy csőtörés is tud nagyon sokféle kárt okozni, akár az ingóságban, akár az épületben. Jellemzően egyre többen kötnek, és egyre többen választják, vagy nézik meg, hogy mi az, amit megkötnek, megvizsgálják, hogy milyen szolgáltatások vannak benne, ezért a díjért mit kínál nekik a biztosító. Viszont nagyon sok még az az ügyfél réteg is, akik nagyon régen megkötötték a biztosításukat, és nem történt meg ezeknek a felülvizsgálata, nem jelentették be, hogyha esetlegesen drágább műszaki cikket vásároltak, vagy felújították az ingatlanukat, hanem azzal a megkötött valószínűleg alacsony biztosítási összeggel ketyeg évek óta, mint amivel megkötötték. Nagyon fontos, hogy minden évben nyomon kell követnünk azt, hogy hogyan változik a biztosító által kínált biztosítási összeg. Mindig kapunk egy levelet a biztosítótól, amit indexlevélnek hívnak. Ebben benne van, hogy milyen értékkel van biztosítva az ingatlanunk, az ingóságunk. Ha úgy érezzük, hogy nem megfelelő, akkor ezt aktualizáltatni kell. Így kerülhető el az, hogy kevés kárösszeget fizet, vagy egyáltalán nem fizet a biztosító. Egy friss felmérés szerint egyébként lakásbiztosítással a magyar lakosság közel 3/4 rendelkezik. Három ponttal tért haza Zalaegerszegről a kisvárdai futballcsapat. Török László együttese az NB1 negyedik fordulójában hátrányból fordítva 3-1-re verte ellenfelét. A tabella élén álló Kisvárda vasárnap a 8. MOL Fehérvár FC-t fogadja. A lengyel Hubert Grigovski győzelmével zárult a kerékpáros ifjúsági világkupa sorozat magyarországi versenye. A legjobb hazai bringásnak az összetettben 13. helyen záró Takács Valent Márk bizonyult. A mezőny 3 nap alatt 233 kilométert kerekezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Utolsó körét kezdi meg Grigovski, aki a verseny zárónapján Nyíregyháza belvárosában szökött meg a mezőnytől. Akkor már jócskán több mint 200 kilométer volt a lábakban, a szerdai 3,8 kilométeres időfutamot követően csütörtökön 111 kilométert tekertek a megyeszékhely és Ibrány között a bringások. Pénteken vásáros naméban volt a rajt, és a lengyel kerekes nem vissza sikerét a véletlenre, a szakaszgyőzelem egyben az összetett elsőséget is jelentette számára a román Harasim és az olasz Bessega előtt. Mint a versenyigazgató elmondta, közel 600-on dolgoztak azért, hogy minden rendben legyen a 3 nap során. Az első nap ugye az egyenkénti, az gyakorlatilag az előző 2 évet másoltuk le, az hibátlan volt. A Nyíregyháza Ibrány szakasz, ami a tegnapi volt, ott az egy relatíve ismerős pályán volt. Ott a körözés az csinált egy kis forgalmat, úgymond az idegrendszerbe, de simán lement. Amit terveztem, a mai nappal több munka volt, mint a tegnapival és a tegnapi előttivel összesen. A mai napnak a vége egy kicsit hektikus volt, ugye a lengyel srác ugye egyedül elszökött, közel 2 perccel hazaért, és így nagyon nagy szakadások képződtek a mezőnybe, és így ugye a kör hosszának az adottsága miatt így egy kis munkát okozott a bíróknak. A magyarok közül az összetett verseny 13. helyén végző Takács Valent Márk szerepelt a legjobban. Véleménye szerint nem csak a kilométerekkel, hanem a kánikulával is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Nagyon nehéz volt. Mindenképp, szerintem az egész csapatunknak és minden csapatnak. Nagyon meleg volt, ez nagyon nehezítette a versenyünket, de összességében egy nagyon jó színvonalú rendezvényen vettünk részt. A kiemelt emberünk Tóth Márkó volt, ő a legjobb sprinter jelenleg a csapatunkban, őt próbáltunk megsegíteni, és igazából ez sikerült eddig. A mai nap a szökés miatt nekem sikerült. A verseny fővédnöke fontosnak tartja, hogy minél több nemzetközi rendezvénynek adjon otthont a megye. A Nemzetközi Kerékpáros Sportszövetség is örömmel adja nekünk ezt a rendezési jogot, hiszen a legnehezebb helyzetben is ott állt Magyarország, ott állt Nyíregyháza, és ugye itt Ibrány és Vásárosnamény is szervezők, de természetesen egész megyének óriási dolog egy nemzetközi sporteseményt megrendezni, hiszen a turizmus érték egyre nagyobb, és ugye az ide látogató családok ténylegesen egy sportprogramba is be tudnak kapcsolódni, és a világ egyik legnépszerűbb sportága a kerékpáros sport, és ezért is nagyon fontos, hogy az amatőröknek is a példaképeket idehozzuk, a fiataloknak pedig biztosítsunk nagyon-nagyon jó körülményeket, és edzés, illetve verseny lehetőségeket.
Az összetett verseny dobogósai és a legjobb magyar kerekes mellett díjat kapott még a pontverseny győztese, a lengyel Dominik Ratajca és a legjobb fiatalnak bizonyuló ész Márti Lenzius is. Pont nélkül maradt az NB2 ötödik fordulójában a Nyíregyháza Spartakusz Huszán Géza együttese Tisza Kécskén lépett pályára, és a hazaiak 1-0-ra megnyerték a mérkőzést. A táblázaton 17. Spari vasárnap a negyedik Ajkát látja vendégül. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen adták át az új piacot Újfehértón. A fedett légkondicionált létesítményben 48 helyen árusíthatnak a helyi termelők. A piac nem csak a termelőknek és a vásárlóknak, hanem a városnak is előrelépés. Egy új közösségi tér létesült ezzel a városban. A beruházást a területi operatív programban csaknem 390 millió forintból valósították meg. Magyarország születésnapját országszerte ünnepelték augusztus 20-án, a Máté Szalkai ünnepség keretében augusztus 19-én megemlékeztek Szent Istvánról, az államalapításról, a Szent Koronáról és az Új Kenyérről is. A rendezvényen átadták a Városdísz polgári címét és Pro Urbe kitüntető díjakat adományoztak. Szinte elfogyott az összes kiadó albérlet Nyíregyházán, a megyeszékhelyen és környékén leginkább a multik dolgozói keresik a kisebb ingatlanokat, a piaci szereplők közül a diákok kevésbé aktívak, legtöbben a kollégiumi lakhatást választják egy ingatlanos szerint. Augusztus 22-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is. Várjuk majd Önöket, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfő este borult esős időre lehet számítani a megyében, a hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul. Kedden napközben marad a néhol napos, néhol borult idő, csak eső szorványosan eshet. Délután 26-28 fok valószínű. A hét további részében visszatér a kánikula 30 fok feletti délutáni csúcsokkal.